Innen a szekszárdi buszpályaudvartól nem messze történt a brutális támadás. A két elkövető együtt tiszogatott, amikor egyikőjük apja haragosáról kezdtek beszélni. Elhatározták, hogy megleckésztetik a hajléktalan férfit. Egy fás bokros területen találtak rá, épp a sátrában aludt. A másodrendű vádlott előbb ököllel és egy serpenyővel kezdte ütni-vágni az áldozatot, majd a társa kést rántott. Összesen 6-szor szúrta meg az otthontalan sértettet. A fején, a vállán és a hátán keletkeztek sérülések. Az ügyben most született bírósági ítélet. A szekszárdi törvényszék ítéletet hirdetett két vádlott ügyében. Az elsőrendű vádlottat életveszélyt okozó testi sértés büntettében mondta ki bűnösnek, ezért 2 év 8 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. A serpenyővel támadó tettes ennél jobban járt, őt a bíró enyhébb bűncselekmény miatt ítélte el. A másodrendű vádlottat a vádtól eltérően nem életelleni bűncselekményben mondta ki bűnösnek, hanem garázdaság vétségében találta őt bűnösnek, ezért 40 nap elzárással sújtotta. Az ügynek viszont ezzel még nincs vége, mert az elsőrendű vádlott azt szeretné elérni, ha a másodfokon felmentené őt a bíróság.